Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Elkészült a kerékpárút. Biztonságosabbá vált a közlekedés a Nagyváradi úton. Szabaduló szoba a Kolbász Múzeumban. Az attrakció a húsiparhoz és a gyulai kolbászhoz kapcsolódik. Segítenek a könyvtárban. A bibliotékában is lehet jelentkezni az ingyenes lakossági LED csereprogramra. 90 évesen köszöntötték. Bíró Béláné számára fontosak a jó emberi családi kapcsolatok. Elkészült a kerékpárút a Nagyváradi úton. A következő egy hónapban zajlik a létesítmény forgalomba helyezési eljárása, de saját felelősségre már mindenki használhatja az új szakaszt. Ez a nap híre. Lezárult a kerékpárút műszaki átadás átvétele, közölte Görgényi Ernő. Gyula polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyan néhány hiányosságot még orvosolni kell a kivitelezőnek, így a Csókos út közelében a csapadék víz elvezetéssel kapcsolatban akad még teendő. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a kivitelezők összességében nagyon szép és jó minőségű munkát végeztek. Most a kerékpárút forgalomba helyezési eljárása kezdődik, a nagyjából egy hónapig tartó procedúra alatt már lehet közlekedni a frissen elkészült úton, de azt mindenki csak saját felelősségére használhatja addig, amíg megérkezik a forgalomba helyezési engedély. A 157 millió forintos beruházást három részre lehet bontani. A Csókos úttól a Toldi utcáig elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút épült 260 méter hosszan, 3,6 méter szélességben. A középső szakaszon, vagyis a Tolditól a Bihari utcáig egyoldali, önálló, kétirányú kerékpárutat építettek 400 méteren keresztül, 2,4 méter szélességben. Mindezek mellett parkolókat és egy bekötő útszakaszt is elkészítettek. A belvároshoz legközelebb a Biharitól a Galamb utcáig tartó 89 méteresig, itt az úttestet szélesítették ki. A beruházás jelentősége túlmutat azon, hogy a Nagyváradi út jelentős részén biztonságosabban közlekedhetnek a kerékpárosok. Az új létesítmény közvetlen összeköttetést teremt a belváros és Máriafalva, vagy akár Szentpálfalva között. Ha messzebbre tekintünk, akkor Városerdő és Szanazug kerékpáros megközelítése válik könnyebbé, még távolabb pedig Doboz-Sarkad vagy éppen Nagyszalonta felé jött létre erősebb összeköttetés. Egyelőre nem látszik, hogy az új uniós pályázati ciklus mikor indul el, azt mindenképpen meg kell várnunk. Görgényi Ernő egy korábbi bejáráson kérdésünkre válaszolva azt mondta, tervezik a további kerékpárút fejlesztéseket is, ám ezek meglehetősen forrásigényes beruházások lesznek, így egyelőre a pályázati kiírásokra várnak. A nyári főszezonra új attrakcióval készült a Gyulai Kolbász Múzeum. A húsiparhoz és a kolbászkészítéshez szervesen kapcsolódó szabadulószoba előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Július elejétől új attrakcióval várja a látogatókat a 15 éves Gyulai Kolbász Múzeum. A húsiparhoz és a kolbászkészítéshez szervesen kapcsolódó szabadulószoba előzetes bejelentkezés alapján egyszerre legfeljebb 5 fő számára látogatható. A szabadulószobák alapötletét az 1990-es években teremtették meg. Lényege, hogy a résztvevőknek meghatározott időn belül kell megoldaniuk bizonyos logikai feladatokat, amelyek gyakran egymásra épülnek. Legtöbbször egy szobából vagy szobarendszerből kell megoldani a játékosoknak a kijutást. A másfél évtizedes Kolbász Múzeum munkatársai folyamatosan keresik az új ötleteket, igyekeznek a program kínálatukat bővíteni, így született meg tavaly a szabadulószoba ötlete, fogalmazta Dinya Imre. Az egyesületi elnök arról beszélt, hogyan épül fel a szabadulós játékuk. Különféle fűszereket dugdostunk el, meg kolbászt kell megkeresni, meg különféle húsipari eszközöket, és hát az egésznek a metódus az tulajdonképpen Stéber András munkájára épül. Stéber Andrásnak az 1935-ös világkiállítási aranyérméhez kötöttük ezt az egész dolgot. Hát nem is annyira mi, mert mi azért igénybe vettünk egy kis segítséget is, olyan kollégáktól, akik már foglalkoztak többiet. Igaziból csak a témát kellett átültetni erre a
speciális kolbászos szabadulószobára. A gyulai specialitású szabadulószobát már sikeresen felavatták az első látogatók. Dínya Imre a játékra jelentkezők lehetőségeiről beszélt. Két módon látogató. Egyrészt bejön ide valaki és mondja, hogy szeretné ezt a programot, és nincs foglalás arra az időre, akkor azonnal bezárhatjuk és kezdheti a kincskeresést, illetve előzetesen be is lehet jelentkezni, rá vannak fix időpontjaink. Hát ez mind a kettőt majd próbáljuk úgy összehangolni, összefésülni, nagyon jó legyen. Egyébként ez egy körülbelül egy órás elfoglaltság, családoknak, kisebb baráti társaságoknak is ajánljuk. A helyszűke miatt ugye ez egy ilyen körülbelül 4x5 méteres helység, tehát maximum 5 főben limitáltuk a résztvevők számát, illetve kettőtől, de hát ha valaki egyedül akarja megoldani, ám legyen, próbálkozzon egyedül is. Ígérjük, hogy nem fogjuk bent hagyni, még ha esetleg nem sikerül neki a kijutás, akkor sem. A Kolbász Múzeum új attrakciója kiváló csapatépítő program lehetőség, ahol a résztvevők a gyulai kolbász titkos összetevőit is megismerhetik. Július elején kezdődött, és augusztus 15-éig tart a regisztráció az ingyenes lakossági lecsere programra Gyulán. A jelentkezéshez több helyen kaphatnak segítséget az itt élők, a családsegítő központban, a városi idősek klubjaiban, és július közepétől már a városi könyvtárban is. Augusztus 15-éig lehet regisztrálni Gyulán az ingyenes lakossági lecsere programra. A gyulai lakosok a jelentkezéshez a családsegítő központ és a városi idősek klubjai mellett a városi könyvtárban, valamint a gyulavári fiók könyvtárban is kérhetnek segítséget. A regisztrációhoz szükséges informatikai háttér nem minden háztartásban áll rendelkezésre, ezért csatlakozott a segítő intézmények mellé a Városi Könyvtár is, mondta el Dézsi János. Az igazgató kiemelte, felkészülten várják munkatársaikkal a hozzájuk segítségért fordulókat. Segítségre van szüksége, vagy nem boldogul, de szeretne részt venni ebben a lecsere programban és a regisztrációhoz, tényleg támogatásra vagy segítségre van szükség, jöjjön be nyugodtan a könyvtárokba, nyitvatartási időbe. Ugye itt elsősorban a központi könyvtár épületére gondolok, illetve majd augusztusban a gyulavári fiók könyvtárra. Itt tudunk segíteni abban, hogy beszkenneljük a lakcímkártyát, mind a két oldalát, az adott villanyszámlát, illetve lesz majd még egy adatkezelési nyilatkozat is, amit ki kell tölteni, és segítünk, akinek éppen nincsen e-mail címe, mert hogy ez is szükséges a regisztrációhoz, annak tudunk segíteni abban is, hogy készítünk egy e-mailes postafiókot. Az igénylők kétféle foglalathoz kérhetnek izzókat. Az E27-es típusú foglalathoz a régi 100, 75, 60 és 40 watt teljesítménynek, az E14-es foglalathoz pedig a régi 60 és 40 watt teljesítménynek megfelelőeket. Dézsi János arról beszélt, a könyvtár augusztusi, csökkentett nyitvatartási ideje alatt is fel lehet keresni segítségért őket. Az időszakban, amikor csak a nyári folyiratolvasónk működik augusztus első, illetve augusztus 4 hetében, és ebből az első 2 hétben lehet még regisztrációt végrehajtani, akkor a délutáni 14-től 18-ra terjedő időszakban szintén lehet ezt itt kérni, illetve most a gyulavári fiók könyvtárunk jelenleg zárva van, de augusztus 1-től kinyit majd, illetve július 31-től, és akkor ott is lehet majd segítséget kérni, aki gyulaváriban van. A lecsere programra való jelentkezés augusztus 15-éig tart, az igényelt energiatakarékos izzók átvétele pedig novemberben várható. Fontosak a jó emberi kapcsolatok, ha valaki sokáig szeretne élni. A 90 éves bíró Bélánét a napokban köszöntötte a város vezetése. A jóisten éltesse erőben, egészségben, nagyon sokáig itt közöttünk és szeretteik körében. Kónya István a polgármester virággal és oklevéllel. Nagyon sok szép pillanatot kívánok. Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget. Jó vagyok itt. Timár Andrea aljegyző pedig tortával köszöntötte a 90 éves bíró Bélánét. Erzsike néni gyomán született, majd férjével Szarvason éltek, végül Gyulára költöztek. Férjével, bíró Bélával 67 évig éltek boldog házasságban. Ő 5 éve, 93 éves korában hunyt el. Házasságukból egy lányuk született, aki Gyulán él és dolgozik. Az ünnepeltnek egy fiú unokája van. Erzsike néni kiemelte, ő a mindene, nagyon büszke rá. Könyve is már olyan is van, hogy publikált könyv, az is itt van megjelent. Úgyhogy ez az öröm nekem már, csak ő egyedül van. Nincs többet. Testvérem is meghaltak, egy testvérem van. Én maradtam meg magnak, legöregebb vagyok. Mind fiatalabb volt nálam, és már elmentek.
csak a húgomban. Három fiú volt közben, mint nagyon gyorsan meghaltak. A szépkorú 8 évvel ezelőtt lakásának lépcsőházában elesett a lépcsőn, többszörös csigolyatörés szenvedett, azóta mozgásában korlátozott. Kizárólag a lakásában tartózkodik, járókerettel közlekedik. Ez nagyon megviseli. Emellett számos egyéb betegséggel is küzd. Erzsike néni gondolkodása friss és fiatalos, sok keresztrejtvényt fejt, tévét néz, de a társaság nagyon hiányzik neki. Csak mosolyogni lehet meg, örülök, hogy egyáltalán még így, ilyen állapotban vagyok és élek. Hogy nem vagyok rászorulva senkire, az is sokat jelent. Nálam sokkal fiatalabb emberek is még nyomorultabb helyzetben vannak, és na, szóval nem tudok mit mondani. Úgyhogy ha azt veszük, akkor én még csak hallgassak. Erzsike néni szerint a hosszú élet titka boldog, nyugodt, kiegyensúlyozott családi élet és egy jó házi orvos. Hagyományőrzők idézték fel a gyulai várostromát. Rövid hírek következnek. Gyula vár hőseinek tiszteletére, vagy tüzet! Az egykori várvédő hősökre emlékeztek a sortűzzel péntek kora este a Kossuth téren a hagyományőrző harcosok. A háromnapos végvári napokon 200 korhű felszereléssel ellátott ember idézte fel a vár 1566-os ostromát, a végvári harcok és a török hódoltság időszakát. Görgényi Ernő polgármester elmondta, ez a rendezvény minden egyes elemével tisztelgés azok előtt, akik képesek voltak életüket áldozni a gyulai várért, kultúránk megőrzéséért, megvédéséért. Szombat délután több ezer néző előtt következett a vár 1566-os ostromának felidézése. A Kerecsényi László vezette, mintegy 2000 várvédőre közel 10-szeres túlerőben lévő török sereg várt, Pertáv pasa csapatait a keresztények a törökkor leghosszabb ideig tartó 63 napos várostromára kényszerítették. Az eseményeket ezúttal is Csikány Tamás történész kommentálta, és tette teljessé a látványt. A hadijáték végén a nézők vastapssal köszöntötték a látványos csatát megidéző hagyományőrzőket. Az idén háromszorosára emelkedett a Gál Ferenc Egyetem gyulai karára jelentkezők létszáma. A július 16-án kihirdetett felvételi ponthatárok tükrében már biztos, hogy 150 hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait szeptembertől Gyulán ápoló, szociális munka vagy egészségügyi szervező szakon. Diabetológia edukátorként dolgozik Békés Csabán Máliknél Tarsoly Éva. Az egészségügyi dolgozó elmondta, miért döntött a továbbtanulás mellett. Az egyetem gyulai kampuszán három olyan segítő hivatás képzése zajlik, ami a mindennapokban mind Gyula városának, mind pedig Békés vármegyének nagyon fontos szegmensét képezik, mondta el Beke Szilvia. A dékán helyettes arról beszélt, minek köszönhető az idei magas jelentkezés. A ponthatárok kihirdetése után elindult a pótfelvételi időszaka is, amely augusztus 6-áig további lehetőségeket kínál a tovább tanulni szándékozóknak. Beke Szilvia elmondta, melyek ezek a lehetőségek a gyulai karon. A gyulai karon szeptembertől kezdő 150 új hallgató fontos visszacsatolása mindannak, hogy kiemelkedő az igény az ápolókra, a szociális munkásokra, az idősgondozás vagy egészségturizmus diplomás szakembereire. Július közepén Szegeden rendezték meg az országos cáfa úszóbajnokságot. A gyulai várfürdő ifjú tehetsége, Abrudán Gábor 3 aranyérmet szerzett a versenyen, 100 méteres hátúszásban, 200 méteres gyors úszásban és magabiztos győzelemmel 200 méteres hátúszásban is a dobogó legfelső fokára állhatott. Abrudán Gábor 6 éves korában kezdte az úszást. A 12 éves fiatal mindennapjainak része a sport, reggel 6 órakor már az uszodában van, onnan megy az iskolába, tanul és este ismét úszik. A tehetséges fiú szerényen fogalmazott az idei bajnoki eredményeiről. 3 éve foglalkozik Gáborra a Fekete Tamás.
Az úszóedző kiemelte, a magyar úszósport felkészítési, versenyeztetési és kiválasztási rendszere egészen kicsi kortól lépésről lépésre vezeti be a gyerekeket a versenysportba, amely a várt eredményeket is csak hamar meghozza. A gyulai úszósport sikerei, azon belül a gyulai várfürdői fiú tehetsége, Abrudán Gábor sikerei motiváló erőként szolgálhatnak a versenytársaknak, diáktársaknak és a hobbi úszóknak egyaránt. A Magyar Honvédség H-145 M-típusú helikoptere szállt le július 14-én az Airbus Helicopters Hungary gyulai családi napján. A programon a fürdővárosi üzemegység munkatársai vettek részt hozzátartozóikkal. Az eseményen Olivier Malherbe, az Airbus Helicopters Hungary ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Az ügyvezető kiemelkedőnek nevezte az elmúlt egy évet, hiszen zöldmezős beruházásként hozták létre a gyulai üzemet, melyben már javában zajlik a munka. A családi nap célja az volt, hogy a cég munkatársai jobban megismerjék egymást, és a munkán kívül is elmélyítsék kapcsolataikat. A légiipari vállalat családi napján számos program várta a kikapcsolódni vágyókat, a pilóták mindennapjairól szóló összeállítás mellett nyereményjáték és néptánc fellépés színesítette az eseményt. Szokatlan képet mutat ezekben a napokban az útkereszteződés a Vértanúk útján a tűzoltóságnál. Beres András, a körzet önkormányzati képviselője arról tájékoztatott, hogy a jelzőlámpát felújítják. A korszerűsítés ideje alatt várhatóan augusztus 10-éig a lámpát kikapcsolják és részlegesen le is bontják, így az ebben az időszakban még sárga, villogó üzemmódban sem működik. Mindszenty Józsefről nyílt kiállítás a Szegedi Domban. Lapszemle következik. Tárlat nyílt hazánk utolsó hercegprímásáról. Mindszenty címmel nyílt időszaki kiállítás a Szegedi Dóm látogatóközpontban, írta a szegedcsanát.hu. Az eseményen Pál József egyetemi tanár arról beszélt, hogy bár a tárlat három részből áll, ugyanakkor két idődimenzió jelenik meg benne, a földi és az égi. Zarándoklat Mária Radnára. A temesvári egyházmegye hívei az idősek és nagyszülők világnapját ünnepelték a búcsújáróhelyen, közölte a Magyar Kurír. Az egész napos programon mintegy 150-en vettek részt. Előadás az olvasótáborban. A napokban a Tarhosi Szép Magyar Beszéd olvasótábor résztvevőinek tartott előadást Halmágyi Miklós. A Vármegyei Levéltár közösségi oldalán arról számolt be, hogy a történész a Csodaszarvastól a Hunyadiak Hollójáig címmel beszélt Arany János történelmi témájú verseinek forrás hátteréről. Kánikula elől a Dagonyába. Hűsölnek a vadak a Körösvölgyi Állatparkban, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A nyári időszakban rendszeresen feltöltik a gímszarvasok, a jávorszarvasok, a vaddisznók dagonyáit, melyben az állatok hűsítő sárfürdőt vehetnek. Kedd éjszakától szerda reggelig csapadékra készülhetünk, utána viszont a napsütés válik uralkodóvá. Csütörtökön már igazi kánikulára számíthatunk, a hétvége esősnek ígérkezik. Szerda hajnalban, kora reggel még előfordulhat csapadék, de napközben újra kisüt a nap. Éjszaka 17 fokig hűl le, a déli órákban 28 fokot mérhetünk. Csütörtökön visszatér a hőség, csapadékra csak elvétve számíthatunk. A hőmérséklet 18 és 33 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Elkészült a kerékpárút. Biztonságosabbá vált a közlekedés a Nagyváradi úton. Szabaduló szoba a Kolbász Múzeumban. Az attrakció a húsiparhoz és a gyulai kolbászhoz kapcsolódik. Segítenek a könyvtárban. A bibliotékában is lehet jelentkezni az ingyenes lakossági LED csereprogramra. 90 évesen köszöntötték. Bíró Béláné számára fontosak a jó emberi családi kapcsolatok. A Gyula TV híradóját látták.
Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!